Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Rendhagyó adással készültünk ma, az idei év két korábbi beszélgetését mutatjuk újra meg önöknek. Közte azonban lesz friss bejátszásunk is. Először is, január közepéig ugrunk vissza, vendégünk akkor Gajdos László a Nyíregyházi Állatpark igazgatója volt, műsorunk utolsó részében pedig a nyíregyházi laktanya új ezred parancsnoka, Orosz Antal bemutatkozása látható szintén az első hónapból. Jó szórakozást! Mozgalmas 2023-as évet zárt a Nyíregyházi Állatpark. A látogatószám az elmúlt évben is kiválóan alakult. Sok állatkölyök született, hamarosan pedig benyitja kapuit a jégkorszak interaktív állatbemutató. A részletekről Gajdos László, az állatpark igazgatója számol be stúdiumban. Jó estét kívánok, köszöntelek. Kezdi csókolom. Hát, örülök, hogy itt vagyok. Én is. Mivel kezdjünk? Hát azzal kezdjünk, hogy nem volt könnyű elindulni. Az kezdett nehéz, nagyon kacifántos volt a tavalyi év, és nem volt egyszerű a tavasz. És azt kell mondjam, a nyár meg olyan sajátosan alakult, nagyon sok külföldi vendégünk volt, és kevesebb hazai magyar vendég. Nagyon sokan jöttek Romániából, nagyon sokan jöttek Szlovákiából, és aztán ősszel érdekes módon megindultak a magyar látogatók is. Nem tudom igazából az okát, hogy nyáron miért fogták magukat vissza a honfitársaink, de ősszel meg télen nagyon sokan jöttek, és soha ilyen jó téli szezonja nem volt a Nyíregyházi Állatparknak. Úgyhogy én az elmúlt 26 évből mindig próbálok valami tendenciát levonni, de nem lehet, mindig furcsán alakulnak a hullámzóan a dolgok, de a vége mindig az, hogy hál' Isten 500 ezer látogatót elérjük, mert az nekünk nagyon fontos. Talán, ahogy gondolom, az állatparknak is nehézséget okozott a rezsiemelkedés, az infláció és a költségek hatalmas emelkedése. Lehet, hogy a látogatók is ugyanezzel gonddal küzdöttek. Nyárra kiderült, hogy ki tudták fizetni a rezsét, és fellélegeztek. Nagyon jól látod, Mártika. Gyakorlatilag ez történhetett, hogy spóroltak, aztán őszre kiderült talán, hogy hogy csökkent a gázára, mégsem lesz olyan vad a téli rezsé, és akkor nem tudjuk az okát. Minden esetre minden jó, ha vége jó, és hát tényleg nagyon szép, több mint 500 ezer vendégünk volt, a három szálloda is nagyon szépen teljesített, és hát a parkállatállománya pedig különösen. Úgyhogy nagyon örülünk, mert nagyon sok olyan állatot tartunk mi már, amiből Európában nagyon kevés van. Van olyan állat, amiből néhány darab van, és az a Nyíregyházi Állatparkban. Tehát nagyon odafigyelünk, a közel 100 faj fenntartó programban veszünk részt, nagyon odafigyelünk arra, hogy valamit megőrizzünk az utókornak. A tavalyi év is egy valódi baby boom volt az állatparkban, nagyon igen, sok állatkölyök született. Igen, és nem is egyszerű ma már elhelyezni ezeket az állatokat, mert javarészt olyan állatok születnek nálunk, ami nagyon különleges, ritka állatok, és azt akármilyen állatkertbe nem adhatjuk oda, hanem az úgynevezett fajkoordinátorok keresnek nekik helyet, ezért van az, hogy került Hongkongba, Dél-Amerikába tőlünk állat, de a Párizsi Állatkertnek is adtunk állatot, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy akármerre járunk a világba. Most már van hazai ismerős, mert például a Dél-Amerikába utaztatott kis vízilovunk az elvitte a hírünket. Akkor mondhatjuk, hogy a nemzetközi térképre is felkerült, igen, a nyíregyházi állatok, nem csak országos szinten. Igen, mindenképpen, és hát erre büszkék vagyunk. Tudományos munkát is folytattok? Igen, most egyre inkább és egyre többet, és ez megint nagyon lényeges. Elsősorban állatorvosaink azok, akik rendszeresen járnak nemzetközi konferenciákra előadást tartani, azokról vannak olyan sikeres beavatkozások, amiket nálunk végeztek először, és ilyenkor így elterjed a szakmán belül, hogy másnak már ne legyen olyan bonyolult, egyszerűbb a történet. Mi is átveszünk természetesen mások tapasztalataiból.
elsősorban az állatorvosok, de hát a zoológusaink is nagy számmal vannak jelen. Az egyik kollégám az Európai Akvárium Szövetség csontos hal tagozatának a vezetője, magyarul a cápákon, rájákon kívül hozzátartozik az óceánokban lévő valamennyi hal, és azok zárt körű tartásának ő a koordinátora. De hát a Zsuzsát, a szóvívőnket mindenki ismeri, az ő egyik pedagógiai demonstrációs programját használják már Európa több állatkertjeiben, az általunk kiadott kiadványokat használják, lefordították több nyelvre, úgyhogy igyekszünk a szakmai vérkeringésben is jelen lenni. És hát most ezzel a dologgal, ami a Jégkorszak interaktív állatbemutató, meg azt reméljük, hogy egy olyat dobunk, ami Európában is egyedülálló lesz. Ugye hát eleve ez Magyarország eddigi legnagyobb vidéki állatkerti beruházása, ami a Modern Városok program keretében jött létre, és hát megpróbáltunk olyat létrehozni, ami már egy kicsit túlmutat a klasszikus állatkerti gyakorlaton. Természetesen bemutatunk különleges állatokat, hát egy titkot elárulok, például pingvinből háromfélét is. Bemutatjuk a királypingvint, vagy szikraugró pingvint, akiknek külön minuszos fűtött terük lesz, de a jegesmedvéknek is olyan helyet építettünk, hogy nyáron lehessen hűteni, ami nem gyakorlat Európában, ez lesz az első ilyen hely, egy olyan terem lesz a jegesmedvének, de visszaugrunk néhány tízezer évet az utolsó jégkorszakhoz is, szeretnénk onnan is megvillantani valamit, természetesen élő állatot nem, de az élőhöz megszólalásig hasonló állatokat bemutatunk, úgyhogy ott lesznek meglepetés állatok, életnagyságú mamut és társai, és hát nagyon sok, hát vagy 2 hektár az egész terület, amit bejárunk a jégkorszakkal kapcsolatban, és hát lesz egy látványos sodró folyó is, egy száguldó folyó, ami fatörzsbe, ha beleül valaki, akkor végig száguldhat az állatbemutatókon egy vizes csatornában. Én azt gondolom, nem csak családoknak fantasztikus élmény ez, de egy nagyon komoly és nagyon kiváló oktatási terep is lehet. Igen, ez nekünk nagyon fontos, hogy több ezer gyerek tanul nálunk ilyen vagy olyan formában, és hát itt most külön hangsúlyt fektetünk az is a jégkorszaknak az egyik szlogenje, hogy ugye megújul a természet, nagyon fontos, hogy ugye tudjuk, hogy a globális felmelegedés miatt egyre csökken a jég, akkor ez jelentősen befolyásolja a Föld élővilágát és a vízgazdálkodását is az óceánokban. Tehát mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet, nagyon sok olyan demonstrációs lehetőség lesz, és modern formában is, amit fognak élvezni szerintem nem csak a kicsik, a nagyok is, és játszva tanulnak majd. Élő kapcsolata van a házállatparknak a különböző oktatási intézmények? Igen, nagyon sok intézménybe eljárunk, meg hát nagyon sok tanfolyamot is szervezünk, továbbképzések voltak óvónőknek, tanároknak, mert azért ez egy speciális terep, arról nem beszélve, hogy nagyon szoros a kapcsolat a Nyíregyházi Egyetemmel, a terep gyakorlatokat nálunk tartják, illetve órát adnak oktatóink, vagy munkatársaim ott oktatóként, de hát az ország jeles egyetemeivel szinte minden van kapcsolatunk, nagyon sokan készítik nálunk a szakdolgozatukat. És hát olyan divatos mostanában az élmény alapú oktatás fogalma. Igen, hát nálunk ez tökéletes, mert ennél nagyobb élmény nincs, mint hogy előtted üvölt az oroszlán, vagy érzed az elefántrágya szagát. Tehát ez nagyon, nagyon kézzelfogható, ha valaki hozzánk eljön. Járnak egyébként nyári gyakorlatra hozzánk, most afrikai hallgatók vannak az egyetemről, akik mondjuk ebben az időben nem boldogok, de az, hogy olyan állatok körül vannak, akiket ismernek otthonról, az fontos. Meddig lehet még fejleszteni az állatparkot? Hát a végtelenségig, de azért most egy kicsit megpihenünk. Nagyon fontos, hogy
Hát már az első állatházak is 25 évesek, amiket építettünk, azokat is fel kell újítani, tehát már most feltétlenül új bemutatókat egy jó darabig nem akarunk csinálni, hanem a régieket akarjuk korszerűsíteni, megújítani. Elültettünk 10 000 fát, amire nagyon büszkék vagyunk, tehát szeretnénk az erdőt is kicsi, nem túl jó erdő az egyébként, tehát az erdővel gazdálkodni kell, és most igyekszünk olyan minőségű fafajokkal megifítani az erdőt, ami a következő évtizedekben egy egészen más hangulatot ad annak a 35 hektárnak, hogy Sóston. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden fejlesztés során az egyik legfontosabb szempont, hogy épp az a varázsa maradjon meg a sóstói állatparknak. Igen, hogy állatpark. Igen, hogy állatbarát és az eredeti környezethez hasonló. Ezt mindenképpen szeretnénk, és most is úgy épültek fel a kifutók, meg hát megkaptuk a családbarát park minősítése, akadálymentes teljesen a park, tehát ezekre azért büszkék vagyunk, hogy családok egymásnak ajánlanak bennünket, mint egy jó családi program. És hát egyébként úgy tudom, hogy jótékonysági célú napokat is szoktak tartani. Az mindig, abban mindig igyekszünk jelen lenni. Idén azt most úgy oldottuk meg, hogy egy orvos szervezettel összefogva kárpátaljai gyerekeknek adtunk karácsonyi ajándékokat, azon túl, hogy több ezer ukrán gyermeket fogadtunk nyáron kikapcsolódásként, állatkerti látogatóként. Most összeírhatták a gyerekek, hogy mit kérnek, és akkor néhány gyereknek a Nyíregyházi Állatpark adott karácsonyi ajándékot. Nagyon nagy sikere volt ennek. Idén is lesz 100 forintos belépő? Idén még nem tudom, hogy alakul, de eddig minden évben volt valamilyen kedvezményes akció. Az biztos, hogy a fogyatékkal élőknek szeptemberben most is megcsináljuk az ingyenes belépést és a napot, és aztán majd meglátjuk, hogy jutunk el a karácsonyig, mert hát ugye csak akkor tudunk ilyen nagy jótékonyságot csinálni, ugye jó sikerül a szezon. És bizony idén a jégkorszakot azon túl, hogy átadjuk, fenn is kell tartani, ami jelentős költség, és nem akarunk az év első felébe semmiképpen árat emelni, június 30-ig semmiképpen, hogy a nyíregyháziak, a megyében élők tudjanak eljönni még a tavalyi áron, és utána sem egy 10%-os áremelést tervezünk, tehát nem egy nagyot, de hát muszáj, hogy meglegyünk, és hogyha ez mind összejön meg kellő látogatószám, akkor utána lehet karácsony előtt egy jótékonysági napot is szervezni. Mikortól lesz látogatható? Májusban már szeretnénk fogadni a látogatókat. Én remélem, hogy ez az év is legalább olyan sikeres lesz, mint a... Ó, hát így legyen. 2023-as. Az év vége egyébként jól sikerült? Igen. Mert hogy pont ma hallottam a hírekben, hogy Nyíregyháza volt az egyik célpont az év végén, a szilveszter tájékán. Nagyon sokan jöttek. Gondolom, hogy ebben nagy vonzerű az állatkert. Nagyon sokan jöttek, nagyon sokan voltak, úgyhogy nagyon örül. Még január 1-én is. Tehát voltak, akik korán keltek és jöttek a parkba. Gajdos László, köszönjük szépen, hogy beszámolt ezekről nekünk. Nagyon szívesen. És további sikereket kívánok. Köszönjük. Közel 700-an tettek sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, közülük pedig több mint 500-an vették át személyesen diplomájukat az intézmény oklevél átadó ünnepi szenátusi ülésén szombaton. Az eseményen elhangzott, az egyetemre idén több mint 2600-an jelentkeztek első helyen, tavaly pedig 24%-kal nőtt a felvettek száma. Több száz végzős és több száz hozzátartozó vett részt a Nyíregyházi Egyetem diplomaosztóján. Az oklevél átadásnak minden évben ünnepi szenátusi ülés ad keretet. Hagyomány, hogy ilyenkor a végzősök üzeneteit tartalmazó időkapszulát adnak át a leköszönő hallgatók. A végzősök nevében minden évben búcsúbeszédet is mond egy arra érdemes hallgató. Linzenbold Attila testnevelés angol szakos tanárként végzett az intézményben, tervei szerint pedig vissza is térne majd az egyetem falai közé. Milyen elvárásokkal jelentkeztél a Nyíregyházi Egyetemre annak idején, és ezek az elképzelések mennyire váltak valóra?
Első körben szerettem volna egy olyan tudást biztosan megszerezni, amivel a későbbiekben az úgynevezett nagybetűs életben sikeres utat tudok bejárni, és úgy gondolom, hogy maga az egyetemnek a légköre, illetve az oktatóknak a munkája, a felkészítő folyamat, ez mind ahhoz járult hozzá, hogy a mai nap folyamán itt leessünk, és biztos kezekkel tudjunk tovább haladni a nagyvilágban. Milyen szakon végeztél, és mik a jövőbeni terveid, és nem utolsó sorban milyen eredménnyel végeztél? Én testnevelő angoltanárszakos hallgatóként végeztem. Hál' Istennek a szakdolgozatom is, a portfólióvédésem is mind ötös lett, amit ezúttal is nagyon szeretnék köszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, illetve jövőbeli terveim között tartozik az, hogy a pályán maradjak, már testnevelő tanárként főállásban sikerült elhelyezkednem, és ugyanezt a folyamatot szeretném továbbvinni, illetve fejleszteni magamat. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy engem kértek fel ahhoz, hogy ezt a végzésbeszédet én elmondhassam ezen az ünnepségen. Megmondom az őszintén, szerettem volna kiemelni azt, hogy nem minden történet ugye tele van boldogsággal és szeretettel, hanem itt ugyanis vannak teher közeli időszakok, felelősségteljes folyamatok, és úgy gondolom, hogy ez mind-mind ahhoz járult hozzá, hogy mind a mellett, hogy diplomát szerezzünk, tovább tudjunk haladni ugye az életünknek a következő lépcsőfokára. Tervezel-e még itt valamilyen szakot elvégezni a Nyíregyházi Egyetemen? Igen, tervezek. Valószínűleg mesterszakon szeretnék majd tovább tanulni, egy testnevelő tanári mesterszakot elvégezni, illetve még az angolt is szeretném majd tovább fejleszteni, amit ad rá lehetőségem és energiám. Az intézmény rektora elmondta, a Nyíregyházi Egyetem vonzerejének növekedését mutatja, hogy a 2024-25-ös tanévre az intézménybe első helyen mintegy 10%-kal több hallgató jelentkezett, mint az előző években, kiemelkedve ezzel a hazai felsőoktatás mezőnyéből. Az egyetem egyedülálló tradíciót képvisel, mivel a pedagógus képzéstől a mérnöki, gazdasági, művészeti vagy akár pilóta képzésig széleskörű területen nyújt lehetőséget a hallgatók számára. Nagyon furcsa dinamikája van a képzéseknek. Úgy azt látjuk, hogy vannak a társadalompolitikai célok, és az oktatási kormányzat megpróbál lépéseket tenni, például a pedagógus képzés irányába, hogy a megfelelő szakképzettségű pedagógusok, óvónők különösebben a régióban rendelkezésre álljanak. Ez Nyíregyházán, a jogelőd intézménynél, a Bessenyei György Tanár Középiskolánál mindig prioritás volt, tehát az ország egyik legjelentősebb pedagógus képző intézményei vagyunk, most is jelentős, de messze elmarad a fénykortól. A újabb divat szakok közül nem kivétel a Nyíregyházi Egyetem se, a informatika, gazdaságtudomány, ahol elképesztő jelentkezési rohammal kell mindig szembenéznünk, nagyon magas pontszámokkal kerülnek be a hallgatók, tehát azt a kritikát, amit több intézmény megkapott, hogy úgy tudtak nagy hallgatói létszámot elérni, hogy a küszöböt nem lejjebb szállították, hanem elásták, az Nyíregyházára nem érvényes, tehát mi viszonylag jó merítési bázisból, jó felkészültségű hallgatókat tudunk fogadni. A közoktatás dolgaira nem térnék ki, tehát itt megint az érettségi rendszer, az a nehézség, hogy minden változik. Az idei évtől a felvételi rendszer is új alapokra helyeződött, a tavalyi évben már tesztelve lett ez a rendszer, tehát részlegesen került bevezetésre. Nagy autonómiája van az intézményeknek, hogy milyen játékszabályok szerint határozzák meg a felvételi kritériumokat. Igyekszik mindenki nagy merítést elérni, de annyi rossz hírem van a mohó intézményeknek, és itt egyes hangok, akik azt mondják, hogy a kritériumokat töröljük el, és bárki jöhessen, hogy a kaland nem ott kezdődik, hogy felveszünk egy hallgatót, hanem végigkísérjük a teljes tanulmányi életúton, diplomához juttatjuk, mai nap ugye 514 hallgató fogja ezt átvenni, és az igazi kaland utána kezdődik, hogy a munkaerőpiacon, a szakmájában el tud helyezkedni. Tehát ez a, csúnyán fogalmazva, ez a termékciklus, ez nem olyan, mint a gyorsan romló árujé, ez egy összetett folyamat, és nagyon nagy önmérséklet szükségeltetik ahhoz, hogy a pillanatnyi nyereség, ez a hedonista gondolkodás ne vigye el az intézményt egy rossz irányba, amiből aztán nagyon nehéz visszarántani.
Az eseményen dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára elmondta, a versenyképesség és a térségek erősítése volt a legfőbb célja a modellváltásnak. Ennek eredménye, hogy 5 éve 7, idén pedig már 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában. Hozzátette, a teljesítmény finanszírozással az egyetemek tudományos teljesítménye 30%-kal nőtt, és közel 6000-rel több aktív hallgatója van az intézményeknek. A diploma hozzáadott értéke folyamatosan nő, hiszen 42 nap alatt lehet munkát találni, és a diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent. Az egyetemeknek sokkal erősebbek a kapcsolatai a vállalatokkal és a partnerintézményekkel. Mindemellett elvitathatatlanul nőtt a térségi megtartó erejük, ebben a Nyíregyházi Egyetem a legjobbak között teljesít. A Nyíregyházi Egyetem szenátusa 21 munkatársuk számára adományozott kitüntető címeket, elismerve ezzel kimagasló teljesítményüket. Ezt követően a végzős hallgatók kapták kézhez okleveleiket. Az intézmény közel 4000 hallgatója közül idén júniusban 687-en tettek sikeres záróvizsgát. Közülük 514 végzős vette át ünnepélyes keretek között a diplomáját. Új ezredparancsnoka van a Magyar Honvédség, Vitéz Vattai Antal, második területvédelmi ezrednek. Vantal Zsolt ezredes, korábbi parancsnok, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter kinevezésének értelmében a Magyar Honvédség területvédelmi erők parancsnokságán lát el feladatokat a jövőben. Az ő helyét veszi át a vármegyei születésű Orosz Antal alezredes, akit most itt köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a tévénézőket. Gratulálok a kinevezéséhez. Hazámat szolgálom. Hogy fogadta a kinevezést? Hát kezdetben nehéz volt, mert ugye a családdal is össze kell ezt egyeztetni, ezt a dolgot, de ugye a katonáktól elvárás az, hogy rugalmasak legyenek ilyen téren is, tehát akár helyőrségváltással is járhat az, ha valakit magasabb beosztásba neveznek ki. Én ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert ugye Hajdú-Bihar megyében élek, Debrecentől délre Mikepércsen, és én nekem ilyen téren kedvező volt az a helyzet, hogy egy másik megyeszékhely közelében lesz a munkahelyem, és azt akár napi szinten is meg tudom oldani a bejárást. Tehát akkor napi szinten jár ide, a család nem költözött át, hanem nem, bejár. Nem. Azt árulja el nekem, hogy ugye hát ön azért azt el lehet mondani, hogy majd, hogy nem gyerekkora óta a honvédség kötelékében szolgál, hogy mi vitte rá? Igazából most is működik egy honvéd kadét program. Ehhez a programhoz hasonló működött már akkor, sajnos azóta megszűnt, és ezt éleszti most újra a Magyar Honvédség, hogy katonai középiskolák voltak és katonai kollégiumok rendszere, és én 15 éves koromban jelentkeztem egy ilyen katonai középiskolába. Még a 90-es évek elejéről. Még a 90-es évek elejéről beszélünk, 91-ben nyertem oda felvételt, és az volt a szempont, hogy én mindig is arra törekedtem, hogy legyen azért alternatíva a honvédség után is, és ott kaptam egy elektroműszerész szakmát is, és a szüleim ugye munkás családból származtak, azt mondták, hogy katonára mindig szükség van, és én ezért gondoltam azt, hogy ide ebbe a katonai középiskolába felvételezik, és ez az elektroműszerész szakma, ez meg igen kecsegtető volt, mert akkor azt mondták, hogy ez a jövő, ebben van a jövő. De hát akkor az önjövője mégis másban volt. Igen, hát ez az elektroműszerész szakma, ez nem nagyon jött be nekem, viszont ezt követően lehetőségem volt katonai főiskolán tovább tanulni. Ott is arra törekedtem, hogy ott is legyen egy civil szakmám is. Ott a katonai főiskola adott nekem egy földmérőmérnöki diplomát is. Tehát ott kettő diplomát tudtunk egyben elvégezni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben, ami a hadsereggel kapcsolatos, tehát a szakmának a csinyát, binyát, ha nem is feltétlenül kitanulta, mert azért ez egy eléggé széles rétű, gondolom, de azért megismerte. Hát igen, és ezt igazából nekem mindig is az volt a hozzáállásom, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás. És igazából a szakmát azt csapatnál tudtam elsajátítani. Az volt a szerencsém, hogy 1999-ben
kerültem ki csapathoz, a Bocskai Dandárhoz, és ott különböző beosztásokba tudtam magam fejleszteni, tudtam fejleszteni a nyelvtudásomat, tudtam fejleszteni a szakmai ismereteimet, nagyon sok gyakorlaton vettem részt, aztán nagyon sok gyakorlatot terveztem, NATO gyakorlatokat vezettem le. Többször voltam külszolgálaton is, háromszor voltam összesen, kettő alkalommal Koszovóban, egyszer Irakban voltam kontingens parancsnok, illetve nagyon sok hazai és nemzetközi gyakorlaton tudtam fejleszteni magamat, nemzetközi törzsekben tudtam olyan beosztást ellátni, ami a hazai beosztásomat nagyon megközelítette, és ezeket a tapasztalatokat is, ugye a NATO gyakorlatoknak a tapasztalatait, azt egyrészt haza tudtam hozni, beépíteni a saját gyakorlatok tervezésébe, illetve a saját beosztásomba tudtam felhasználni ezeket az ismereteket. Az érdekesség kedvéért árulja már el nekünk, vagy legalábbis mondjon néhány példát, hogy mi az, ami igazán megfogta önt a katonaságban, a hadseregben, mi az, amit nagyon kedvel, hát, melyik az a része? Hát ami megfogott, az ugye a közösség. Tehát mindig volt szerencsém olyan közösségbe dolgozni, ahol akár iskolában az osztálytársak között a közösség, akár a munkahelyen a közösség, az mindig egy nagyon jó, nagyon pozitív, nagyon támogató volt. Illetve én mindig szerettem azt, hogyha új kihívások vannak, új feladatok, új problémák, amiket meg kell oldani, és mindig olyan munkakörben voltam, hogy sose vált monotonná az. Sokszor már az volt a monoton, hogy állandó változás volt, és mindig különböző dolgokra kellett egyszerre párhuzamosan reagálni. Ahogy említette, azért külföldön is teljesített szolgálatot, tehát gondolom akkor ugye nem csak belföldön, hanem külföldi tapasztalatokkal is gazdagodott. Így van, így van. A külszolgálatom, mint első alkalommal 2006-ban voltam, akkor szakaszparancsnokként. Ezután, mikor hazakerültem, akkor törzsben kerültem beosztásra a hadméleti főnökségen, és a következő misszióim az mindig kontingens parancsnok helyettesi voltak, úgyhogy ezzel úgymond fel tudtam építeni, a parancsnokaim is fel tudták építeni az én pályámat. Állandó változás alatt van a honvédség, a hadsereg, ezt azért tudjuk, hát voltak azért rosszabb idők, most pedig egy felmenő ág. Mi az új felmenő ágban, úgymond az irány? Mit ugye, tapasztal, hogyan tudom ezt elmondani? Miért is változik állandóan a honvédség? Állandóan változik a biztonsági helyzet, állandóan változnak a hadviselésbe a technika, a haditechnika, állandóan változnak a haditechnikai eljárások. Ugye a magyar honvédség, hogyha meg akarja őrizni a potenciáját, akkor ezekre a változásokra, kihívásokra, ezre dinamikusan, sőt valami előrelátóan kell reagáljon. Ugye ez generálja azt, hogy a magyar honvédség is egy állandó szervezeti átalakításban van, és ugye a fő irány az új magas színvonalú technikai eszközöknek a beépítése a magyar honvédségbe, és az állománynak a növelése, mert ugye azt hozza az új háborús helyzeteknek az elemzése, hogy azért a humán erőforrásra azért még mindig szükség van. Tehát vannak egyes elméletek, hogy majd a mesterséges intelligencia át fogja venni a feladatoknak az egy részét, meg ugye már vannak pilóta nélkül irányítható drónok, olyan robotok, de ahhoz mindig kell egy operátor. Tehát a humán erőforrás még mindig megmarad. Az, hogy átalakulóban a hadsereg, átalakulóban a rendszer, ez pedig azt is jelzi, hogy ugye, ahol ön parancsnok, az bizony a kettes területvédelmi ezred, korábban 9 megye tartozott ezen ezred alá, és most már csak 3. Ezt hogyan tudná egyébként kommentálni, hogy miért van erre szükség? Tehát azért van szükség, mert ugye itt is egy növekedési pályára állt a honvédség, felismerte azt mind a politikai, mind a katonai felsővezetés, hogy egy békétől eltérő helyzetben nagyon sok tartalékosra van szükség. Igazából, ha a két világégés tapasztalatait megnézzük, akkor mindig a aktív állomány kezdte meg a háborút, de ők nagyon hamar ott maradtak sajnos a harcmezőn, és egy
nagyon nagy számú tartalékos állomány volt az, akit hadszintérben be kellett vetni. És ugye ezt észleli a politikai és katonai vezetés is nálunk is, és növelni kell a tartalékos állománynak a létszámát. Ugye 2023 évben történt meg az, hogy a korábbi kettő tartalékos ezred, ugye akkor is megvoltak megyénként, vármegyénként a tartalékos zászlajak, de az adminisztráció, a behívás, a katonáknak az adminisztrációs feladatai az sokkal hatékonyabban elvégezhetőek akkor, hogyha régiónként, három megyénként egy-egy területvédelmi ezred került felállításra, és nyilván így megteremtődtek azok a feltételek is, hogy sokkal jobban fel fogjuk tudni tölteni majd a zászlajainkat, hatékonyabban tudjuk majd a behívást, a kiképzést, tervezést, illetve a gyakorlatainkat végrehajtani. Ezért volt szükség a területvédelmi erőknél erre a átalakításra, illetve 2024 évben újabb szervezeti átalakítás lesz, egy újabb irányvonal, a toborzás. Hát ez még nem a vége. Ez nem a vége, tehát mi nekünk folyamatosan reagálnunk kell, tehát nálunk sose lesz vége a szervezeti átalakításnak. De mindez azt a célt szolgálja, hogy akkor nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat? Így van. Az idei átalakításnak az lesz a fő célja, hogy a toborzás és a hadkiegészítés, ezek a feladatkörök, ezek beintegrálásra kerülnek a területvédelmi tartalékos rendszerbe. Pontos azért, hogy egymást erősítve nem hogy összeadódnak majd az erőforrásaink, hanem meg tudjuk egymás erejét szorozni annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a toborzás, illetve minél hatékonyabban tudjuk megtartani a már bent lévő állományt, és kiképezni, felkészíteni a feladatrendszerre. Hogyan akarják azt elérni, hogy hatékonyabb legyen a toborzás? Pár héttel, hónappal ezelőtt azért lehetett látni óriás plakátokat, de gondolom nem csak ennyiben merül ki. Ugye a két kategóriát toborzunk jelentős mértékben, az egyik a szerződéses állomány, akik ugye az embert a vasra program keretében egy emelt bérezéshez juthatnak hozzá, hogyha vállalják, hogy részt vesznek a kiképzésen, és ők egy igen magas színvonalú, világszínvonalú haditechnikára tudnak ráülni, akár Hódmezővásárhelyen a 30-as dandárnál, vagy Tatán az 1-es dandárnál, ugye most a tüzéreszközre. Erre várjuk a fiatalokat, illetve továbbra is várjuk azokat a honvédelemért tenni akaró civil állampolgárokat, akik önkéntes területvédelmi tartalékos feladatot vállalnak a civil munkahelyük mellett. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorral. Szerdán jelentkezünk, akkor is rendhagyó műsorral várjuk majd önöket. Viszontlátásra!